Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Figyelj oda a saját értékeidre. Ne hagyd azt, hogy mások megbántsanak téged. Mondd ki a véleményedet. Sőt, azt is megengedheted magadnak, hogy kicsit hangosabb légy. Van egy csillagkép, a Célius. Lefordítva szamarakat jelent, a déli szamár és az északi szamár. Ez a csillagkép most kihat ránk. A klasszikus görög mitológiából van hozzá egy kis történet. Annak idején volt egy harc az istenek és a démonok között. Annak idején úgy látszott, hogy a démonok győznek, de megjelentek a szamarak, és nagyon-nagyon üvöltöttek, hangosak voltak. A démonok még soha nem láttak szamarat, nem is tudták, hogy honnan jön ez a hang, és annyira megijedtek, hogy elrohantak. Ezáltal az istenek győztek ebben a harcban, és a szamarak segítettek nekik, így most ebből lett ez a csillagkép. És ahogy a szamarak üvöltöztek, és az ellenség elrohant, pontosan ez tükröződik most számunkra. Tehát, ha van egy ellenséged, akkor védd magad, légy kicsit hangosabb, mint máskor, hogy az ellenség elrohanjon. Milyen helyzetben vagy, miről van szó, erre utal itt a kártya. Ez a két érem jelenti a pénzügyi dolgokat. Az lehet, hogy valaki ki akar használni téged, és itt van egy veszteség, vagy valaki ellopott tőled valamit, akkor védd magadat. Az érmék utalnak a munkahelyre is. Lehet, hogy ez a kihívás a munkahelyen van, akkor állj a talpadra, és védd magad. Mondd ki a véleményedet. Ezek az érmék utalnak belső értékekre is. Előfordulhat az is, hogy valaki nem értékel téged, nem kapod meg azt a megbecsülést, amit megérdemelnél, akkor is védd magadat, mondd ki a véleményedet. Itt ezen a képen a kelyhek láthatóak, tehát itt érzelmekről van szó. Amennyiben te ezt átéled a párkapcsolatban, akkor úgy hat ki rád, hogy nem kapsz elismerést jelenleg. És ilyen esetben is kimondhatod a véleményedet. Akkor is, ha még van itt egy kis húzavona, amire itt a 8-as szám utal, tegyem vagy ne tegyem, mert nem akarsz senkit megbántani, de mégis itt látható, hogy tükröződik itt számodra valami. És mutasd ki azt, amit te szeretnél. Ez a kép nagyon érdekes, hiszen itt látható, hogy te mész ezen az úton. És valaki figyel téged felülről. Te nem is látod ezt a szemét, tehát titokban figyelget téged, hogy mi a terved, milyen irányba haladsz, mit szeretnél elérni. Figyelj oda erre a szemére. Ez lehet egy nő, lehet egy férfi is. Két dolog történhet. Egyrészt kimondod itt is a véleményedet, vagy nem érdekel ez a dolog, és mész tovább az életutadon. Itt a tűzről van szó, és a transformációról. Lehet, hogy ez a helyzet
vagy ez a személy olyan érzelmeket váltott ki nálad, hogy dühös vagy rá. És ilyenkor a legszívesebben ordítanál vele, de meg tudod változtatni a tűz elemét, így kicsit visszahúzódó, tartsd meg a belső egyensúlyodat, mert ez ad számodra erőt, és akkor itt látható a tűz melegsége, és másképp tudod kezelni a dolgokat, mert meg lesz nálad a nyugalom. De ennek ellenére fontos, és pontosan erről beszélünk most ennél a jóslásnál, mondd ki a véleményedet, ne félj ettől a személytől. Itt ez a királynő téged szimbolizál. Vedd kezedbe ezt a kardot, vágd át a félelmeket. És ez a kard utal fontos döntésekre, tehát te döntesz, kimondod-e a véleményedet vagy sem. Amit a kard, és ez a kép még jelent, ez a levegő eleme, és az utal a kommunikációra. Fontos, hogy beszéljetek egymással, de gondold át mindazt, mit akarsz közölni vele, és hogyan fejezed ki magadat. Ha bátor vagy, és mindent átgondolsz, az sikert hoz számodra, hiszen a nap jelenti a kisugárzásodat, az életerődet, a nyitott véleményedet is, és ez számodra egy új irány, egy új kezdet, amit ez a kisfiú itt ezen a paripán szimbolizál. Itt ez a kép mutatja azt, hogy figyelj oda a dolgokra, vagy figyeld ezt a szemét, hogy mit akar tőled, milyen szándékokkal közeledik hozzád. Meg akar bántani? Akkor ne hagyd ezt, védd magadat. És a háttérben ez a csillag megjelenik, ez szerencsét hoz neked. És én kívánok neked sok sikert, nagyon sok szeretettel, Dendera!